Sziasztok! Üdvözlök mindenkit itt a Napfényes Vegán Chef YouTube csatornán. Ma egy burgonyás alapú tésztát fogok készíteni, és kétféle változatban fogom tálalni. Egy édeset, egy sósat, lesz egy parajos pirított nudling fokhagymás ízesítéssel, és egy pirított zsemlemorzsás barack-lekváros édes verzió. Gyertek, tartsatok velem most is! Készítettem már többször ezt az ételt, vagyis hogy ezt a tésztát már itt a csatornán, szilvás gombóc, barackos gombóc, a nyírségi gombóclevesbe, a levesbetét, mind így készül. Egyébként a hagyományos nudlit is, ugye burgonya és a liszt arányaiból állítjuk össze, és most az lesz a különlegesség, hogy a spenótot, a frissen termett spenótot, hiszen most a szezonja van éppen, ezt fogom felhasználni, és ha már elkészült ez a finom nudli, hiszen ez egy bonyolult recept, akkor készítsük el édes változatban is. Na, először is fogom a főtt burgonyákat, Ella például, Ella márkájú, megfőztem egészben, meghámoztuk, és jól kiütöttük, tehát ez teljesen hideg, nem langyos, nem szobahőmérsékletű, tehát jéghideg a burgonyánk, és egyszerűen a krumpli nyomóval pürésítem. Ez több mint 1 kg ez a burgonya, 1,3 kg egész pontosan, és ehhez fogjuk adagolni most a lisztet. Ez egy néhány összetevős recept csak. Az a lényeg, hogy a benne lévő víztartalmat elegyítsük némi liszttel. Ez sokféle liszt lehet. Leginkább a rétes lisztet ajánlom, az hozza ki a legjobb állagot. És szükségünk lesz még egy kis sóra, ez mondjuk legyen egy ilyen jó fél evőkanál só, majd a vízbe is fogunk tenni természetesen, és egy kevés margarint is, egy jó diónyi margarint is adagolok hozzá. Először a margarint, hát jó lenne, ha szobahőmérsékletű lenne, nem pedig hűtőhideg, hiszen akkor nem tudom egyneműsíteni a tésztával, mert ilyen szemcsés marad, darabos, úgyhogy egy picit most elkenem itt a tetején, a kezem melegétől elolvasztom, elkezdem adagolni hozzá rétes lisztet. Most az 1 kg liszt, az 1,3 kg burgonyához körülbelül a fele liszt lesz szükséges, úgyhogy kezdek olyan 60-65 dekával, így érzésre, és majd ahogy keverem, gyúrom, dagasztom, nem dagasztom, de inkább csak így óvatosan gyúrogatom, addig majd kiderül, hogy szükség van-e még hozzá lisztre. Most belemegyek két kézzel, jól át tudjam forgatni. Kezd kemény lenni a tésztám. És hát ugye itt az lesz a lényeg, hogy nyújtható legyen, formázható legyen a massza. Ha túldolgozzuk, akkor elindul a keményítő, a burgonyában lévő keményítő, és a lisztnek a kölcsönhatása, a kezem melege még ráadásul ezt indukálja is, és akkor elkezd lágyulni, meg nyúlósodni, ragadni a tészta. Úgyhogy itt egy alapszempont, hogy gyorsan dolgozzunk, hideg legyen a burgonya, picit állni hagyjuk, és már nyújtjuk is, formázzuk is, úgyhogy jöhet ki ide a deszkára szépen, elég kemény, nem is ragad. Először megadjuk neki a formát, amit ki tudunk nyújtani. Még elérjük a végső állagot, addig párat gyúrok rajta. Nagyjából összeállt a tésztánk, úgyhogy csinálunk is egy vágási felületet, nagyon szép, félretesszük ide, és most az a feladat, hogy megformázzuk. Ugye beszéltünk a nyokkiról, hasonlóképpen működik, mint a nudli, csak más a formázása, picit vastagabbra hagyjuk, és aztán egy villával, vagy egy ilyen speciális fával egy ilyen barázdákat lehet formázni, ezáltal jobban felveszi a szószt, a tészta, valójában ez a célja, és hát ugye látványnak sem utolsó, de a nudli az annyiban más, hogy egész vékonyra fogom kinyújtani. Jó sok tésztám van, úgyhogy elleszek vele egy darabig. Szépen nyújtható, eltaláltuk az arányt, még egy vágást mehet rá.
Na. Ez a vékonyság kell nekem, amit itt láttok, ugye félreteszem. És ugye az a fontos, hogy főzés során dagadni fog a tésztánk, hő hatására vizet vesz fel, legalább másfélszeresére fog nőni, úgyhogy ezt is érdemes bekalkulálni. A nyújtáskor nem ez a végső vastagsága, úgyhogy azért is nyújtom extrán kicsire. Most, hogy megvagyunk egy picit nagyobb adag nyújtásával, látjátok itt szépen a hengereket, nagyon kevés liszttel megszórom, hogy ne ragadjanak össze, így gyakorlatilag ennyi, és késsel tetszőleges hosszúságúra vagdosom őket, és ami elkészült, azt valamilyen kis eszköz segítségével egy tálcára szedem. Addig is viszont, látjátok, hogy itt egy serpenyőben elkezdett egy kis margarin olajjal olvadozni. Ebben fogom megpirítani a zsemlemorzsát. Ez egy bio zsemlemorzsa, amit szépen aranybarnára, aranysárgára pirítok. Hadd menjen még. Egy kevés sóval érdemes ezt is ízesíteni. És amíg itt szépen hengerelgetem a masszát, addig ez lassan megpirulgat. Ha esetleg valakinek kérdés lenne, hogy nem kell-e alálisztezni a nyújtáskor, akkor azt kell, hogy mondjam, hogy ez attól függ, milyen a tésztánk, mennyire ragad, milyen az asztal felülete, amin dolgoztok. Amint látjátok, nekem pont jó. Ha ott most a lisztbe beletenném, akkor lehet, hogy egy picit csúszna a tésztánk, hiszen a liszt nem segíti a tapadást, és azért itt a nyújtásnál mindenképp a tapadásnak nagy szerepe van. Úgyhogy ez most egy ilyen tészta. Elkészültem a formázással, amint látjátok, mint egy nagy táp bedagadt spagetti, úgy néz ki. Ilyenkor azért arra kell vigyázni, hogy minél hamarabb kerüljön bele a főzővízbe, hiszen könnyen össze tudnak ragadni. Forra vízünk lassan, mehet bele egy két evőkanál só, hogy jó ízes legyen a tésztánk. Szép lassan, óvatosan elkezdem a vízbe beletenni őket. Aztán majd fél úton mindjárt meg is keverem, minél kevésbé ragadjanak össze. Lehetséges, hogy ezt két részbe fogom főzni, hiszen nincs meg a megfelelő vízmennyiség. Kicsit szétszedem a fakanállal, és már is indulhat a főzés. Várjuk még felforr, és forrás után egy-két perccel már jó is lesz. Szépen feljöttek a tetejére, amint látjátok, bőségesen forr az alapunk, kicsit lejjebb veszem a tűzhelyet, nehogy kifusson, és lassan elkezdem kiszedni egy szűrőkanállal, és le is fogom hűteni egyből. Lehűtöttem a tésztát, jöhet a következő kanyar, lassan forr a víz, de már meg is engedem magamnak, hogy beleteszem ezt az egész tésztatömböt. Láttátok az előbb, milyen szépen szétjött a vízbe. Remélem ez is szét fog. Közben megmutatom nektek, hogy itt van az első kanyar. Nagyon szépek a nudlik. Nem is teszek rá egyelőre semmit. Le fogom pirítani. Elkészült a második kanyar is, úgyhogy még időben kiszedjük, nehogy szétázzon ez is. Ez több is, mint 6 adag, legalább egy 8-10 adaggal lehet belőle készíteni egy finom ételt. Elkészült a második kanyar tészta is. Most jön a két étel elkészítése. Ez csak a bemelegítés volt, hogy legyen egy jó alapunk. Van 1,5 kg nudlink kifőzve, és elő van készítve a morzsa, szépen meg van pirítva. Most átforrósítjuk, és egy picit meg is piríthatjuk a nudlit, amit át fogunk utána forgatni, és elkészítem hamarosan a spenótos változatot. Egy pötty olajat teszek a serpenyőbe, és mehet is bele az első kanyar nudli. Elég is lesz az édes változathoz, nem kell szétpirítani. Közben a második kört is elkezdem pirítani.
ez lesz a spenótos változat, mehet rá több olaj, szép lassan lepirítjuk, és addig ezt a kis morzsás változatot összekeverem. Na, készen állunk ennek a tálalására, de még most jön csak a spenótos változat, mehet rá ez a csilis bors, nagyon szeretem frissen őrölve, és néhány gerezd fokhagymával megkínáljuk. Nagyon jó, kezd már színe lenni alulról, kevés sóval is érdemes szórni. Megvan mosva, le van csepegtetve, nézzétek, friss zsenge. Ezt nem érdemes leszározni, annyira kis zsenge, puha a szára is, hogy egész nyugodtan belemehet. Itt az idő, nem várunk tovább, ennyi színt tudott kapni. Látjátok, vannak benne egy kis pirul darabok. Szépen lassan elkezdem adagolni a spenótot. Ez mind bele fog menni, de ne aggódjatok, összeesik, úgyhogy elveszti majd ezt a nagy térfogatát. És egy kevés reszelt sajttal szórom, valamint ezzel a tofu sajttal, úgynevezett szója téglával is megfűszerezem, szépen olvadjon közé, úgy, és mehet rá egy jókora kanál sajt. A hő hatására összeesik, amint látjátok, két keverés, és már szinte el is tűnt ez a nagy kazal spenót, amit hozzáadtam. Utolsó összetevőként pedig egy fél pohár növényi tejszínnel meglötykölöm. Gyakorlatilag olyan, mint a gnocchi, mondhatnám rá azt is, hogy ez egy spenótos gnocchi, de hát ugye megbeszéltük, hogy a formájából kifolyólag ez csak egy nudli. Le is kapcsolom, maradjon friss, nem kell tovább főzni, párolni, nagyon forró, jöhet is a tálalás. Kezdjünk a nudlival először, egy lapos tányér, jó sok morzsával, és akkor mehet rá a baracklekvár, egy kis házi főzésű sárga barack, bőven, ne sajnáljuk, és némi nátszukor poralakban. Most pedig a nudli elég is lesz. Pici reszelt sajtom van még így a tetejére, és egy kis friss rúkkolával díszítem. Elkészültem a házias kis nudli fogásommal, 6-8 fős terű asztalkámat sikerült itt egy óra alatt rittyenteni, megvan a sós, és megvan a desszert is, az édesség utána, úgyhogy mindenképp javaslom, próbáljátok ki, remélem tetszett a videó, és könnyedén elkészítitek ti is. Találkozunk a jövő héten is. Jó étvágyat, sziasztok!